Épp a buszsávban előzi ki a sort a fehér autó, ez látható a budapesti rendőrfőkapitányság néhány héttel ezelőtti felvételén. A kamerát egy civil rendőrautóban helyezték el, a szabálysértőt tetten érték, aki így büntetést kapott. A hatóság részéről a decemberi akció egyfajta teszt volt, amelyet azért hoztak létre, hogy kiszűrjék a szabálytalanul közlekedőket a főváros forgalmából. Az új rendszer eredményesnek bizonyult, így azt januártól az egész országra kiterjesztették. Mindegyik fel lesz most már szerelve menetrögzítő kamerával, amely veszi a forgalmat menet közben, és a cél az a dinamikus, durva jogsértő szabályok szegő kiszűrése, akik jelen esetben akár okozhatnak balesetet is, vagy balesetet idéző körülményeket teremthetnek a közúti közlekedésben, nem figyelnek másokra, csak a saját elhatározásuk alapján előznek záróvonalon, esetleg kanyarodnak be ott, ahol nem lehet, vagy átmennek a tilos jelzésen. Egy-egy tízpól ellenőrzés során már korábban is használta ezt a módszert a rendőrség. Az országos kiterjesztést a hatóság azzal indokolta, hogy a jelölt rendőrautókkal nehezebb volt kiszűrni a szabálytalanul közlekedőket, ám civil járműből nem számítanak ellenőrzésre. A rendőrök a járőrözés során azt is fokozottan figyelik, hogy a sofőrök vezetés közben nem használják el a telefonjaikat. Az ORFK munkatársa az ügyel kapcsolatban azt nyilatkozta, a legtöbb balesetet nem a KRESZ ismeretének hiánya, hanem a figyelmetlenség és a hazai közlekedési morál okozza.